Az afrikai sertéspest is elkerülésére hívja fel a gazdák figyelmét a NEBIC. Magyarországon eddig soha nem volt nyoma sem a fertőző betegségnek, ezért a legfontosabb most a megelőzés. Az afrikai sertéspest is sertések fertőző betegsége, egy nagy gazdasági kártétellel járó fertőző sertésbetegség, amire Európában csak a házi sertés, illetve a vaddisznók fogékonyak. Nagyon fontos, hogy sem egyéb állatfaj nem fogékony, és a még fontosabb, hogy az ember sem fogékony, tehát ilyen szempontból közegészségügyi veszélye ennek a betegségek nincsen. Kizárólag a sertések betegségéről beszélünk. Afrikában őshonos ez a betegség, az Egyenlítőtől délre ott lévő országokban jelen van folyamatosan. A múlt század elején mutatták először Kenyában, illetve pontosan a 1921-ben azonosították be, tehát közel 100 éves az írott történet ennek a betegségnek, ott jelen van, és többször ott az ott élő varacskos disznókban, bozótdisznókban, folyamadisznókban, azokban van jelen, és Európában az 50-es, 60-es évekig nem is jelent meg. Akkor viszont néhányszor behozták, valószínűleg fertőzött élelmiszerrel, kikötőkbe, repterekre, viszont ott helyben sikerült is felszámolni. Többször megjelent Európában, de mindenhol mindig sikerült felszámolni, kivételezve Szardínia sziget, ahol jelenleg is jelen van a betegség, de elszigetelten egy szigeten. Viszont amiről most beszélünk, erről a járványról, ez 2007-ben Grúziában jelent meg, és kezdődött ekkor egy olyan járvány, soha nem látott méretű és mértékű afrikai sertéspest járvány Grúziából kiindulva. Ide valahogy fertőzött élelmiszerrel valószínű szintén úgy került be, és innen terjedt tovább a kaukázus államokba, Oroszországba, Belorussziába, Ukrajnába. Láttuk már ekkor, ugye, hogy a terjedés az nagyon intenzív, illetve azt is, hogy a vaddisznóállományból is kikerült, tehát egy természetes terjedés is van, amit sokkal nehezebben kezelhető. És így értünk el 2014-ig, amikor is megjelent az Európai Unió országaiban is, konkrétan a balti államokban, illetve Lengyelországban. Ezekben az országokban azóta is jelen van a betegség, nem sikerült felszámolni, mind házi sertésállományban, mind vaddisznóállományban. És talán hallhatták a nézők is, hogy a közelmúltban Románia is, mint Európai Uniós tagállam jelentett be házi sertés esetet a Szatmárnémeti járásban, illetve Csehországban is vaddisznókban kimutatták. Ami minket, a megyénket leginkább érint, az az, hogy tudjuk, hogy Ukrajnában régóta jelen van a betegség, és ez folyamatosan a vaddisznóállománnyal terjed felénk, Magyarország felé. És ez vezetett oda, hogy 2016 karácsonyán magyar határoz már egészen közel, mint egy 20 kilométerre nagyszülésnél, vaddisznókban, Ukrajnában kimutatták ezt a betegséget, és bejelentették a Nemzetközi Járványügyi Hivatalnak az ukrán hatóság. Azóta Ukrajnában már több helyen is megállapították, és nem csak vaddisznóban, hanem házi sertésben is. És most elsősorban arról beszélek, ami az ország határoz közel van, mert nagyon fontos, hogy távolabb korábban is volt. Nagyon fontos, az afrikai sertéspest egy olyan betegség, amit Magyarországon még soha nem mutattak ki sem vaddisznóban, sem házi sertésben. Tehát Magyarországon még nem állapították meg. Amiért beszélgetünk az az, hogy egyre közelebb van a határ túlsó oldalán. Hogyha még egy picit a betegségnél maradunk, akkor mi okozza ezt a betegséget? Vírus okozza a betegséget, egy specifikus vírus, a továbbterjedés pedig a vírus továbbadásával történik, sertések valamennyi váladékukkal ürítik ezt a vírust, tehát egymás között állományon belül a fertőzés így történik, viszont nagyon fontos, hogy ez a vírus a külvilágban nagyon ellenálló, akár trágyában, a váladékokban, ahogy említettem, de trágyában, illetve ragályfogó tárgyakon, mint például cipő, ruha, tehát az beszennyeződik, azokon is életképes nagyon sokáig, és ami még fontosabb, az élelmiszerben, tehát a beteg fertőzött, levágott állat húsában hosszú ideig, fagyasztatósban akár évekig is fertőzőképes maradhat a vírus. Éppen ezért, ha nézzük most a feladatainkat, az elsődleges, legfontosabb feladatunk, hogy a behurcolást akadályozzuk meg ennek a betegségnek, mert ha behurcolnánk, akkor is vannak feladataink, például, hogy minél hamarabb megállapítsuk, tehát erre is irányulnak az ellátási hatóság intézkedései, hogy helyezkössük, hogyha véletlenül megjelenne Magyarországon, de jelenleg a behurcolás megakadályozása a legfontosabb feladatunk, amiben, mivel, ahogy említettem, egyik fertőzési forrás a vaddisznók által természetes módon való terjedés, tehát a vadászati hatóságoknak is van feladata, és velük természetesen ezt egyeztetve, utasításokat adva ezeket a feladatokat végezzük folyamatosan, mivel
a betegséget elsősorban vaddisznó hullából lehet kimutatni, tehát nem a lelőtt, élő, egészségesnek tűnő vaddisznókból, hanem hullákból. Tehát eddig is volt egy olyan kötelezettség a vadásztársaságoknak, hogy valamennyi elhullott vaddisznót jelenteniük kellett az általános hatóságnak, és azt vizsgálni kellett. Most viszont aktív keresésre köteleztük a vadásztársaságot, hogy keressék, tehát humán erőforrást biztosítsanak ezt, hogy keressék, próbáljuk megtalálni a vaddisznókat, és lényegében a cél, hogy bárhol elhullott vaddisznó van, azt találjuk is meg. Ez az egyik intézkedés. Van is ennek eredménye, tehát több vaddisznó hullát került be vizsgálatra már, mint a korábbi években. Természetesen valamennyi mind negatív volt, és kedvező eredményű volt eddig. Illetve nagyon fontos még, hogy a vaddisznó állománynak a állomány sűrűséget, amennyire lehet, próbáljuk csökkenteni, mivel a tovább terjedés egy kisebb állomány sűrűség mellett kedvezőbb nekünk. Éppen ezért a vadásztársaságokat a határ mentén, az ukrán határ mentén kijelölt, mint egy 10 kilométeres magas kockázatú területen, az ott található vadásztársaságokat arra köteleztük, hogy a kocákat, a vaddisznó kocákat lőjék ki elsősorban, hogy ezzel próbáljuk meg csökkenteni az állomány sűrűséget. Az állattartó telepeken milyen megelőző intézkedésekre van szükség? A nagy létszám által a telepek, tehát a 100 sertés tartóktól, illetve ettől többet tartóknál természetesen egy nagyobb járványvédelmi zártság kell, hogy legyen, és ezeket általában is alakítják. Nagyon fontos, hogy ezek a járványvédelem tárgyi és személyi feltételi ne csak meglegyenek, hanem azokat alkalmazzák, működtessék is. Tehát ne csak meglegyen a fertőtlenítő medence, hanem abban legyen fertőtlenítőszer, megfelelő időközönként cseréljék, illetve szerezzenek érvényt annak az előírásnak, hogy állatérető élelmiszert, ha dolgozók bevisznek és lesznek, az semmiképpen se kerülhessen a sertésekkel kapcsolatban, idegenek ne járhassanak be a telepre, tehát az általános járványvédelmi zártságot biztosítani kell valamennyi sertéstartó gazdaságnak. Mi ezt levélben, illetve egy tájékoztatóanyag megküldésével konkrétan intézkedtünk a sertéstartó gazdaságok felé, hogy ezeket tartsák be, és nem csak most ebben az évben, hanem ezt már évek óta felhívjuk a figyelmét a nagy sertéstartó gazdaságoknak, ugyanis látva a 2007-ben Grúziában megjelent afrikai sertéspestis járványnak a gyors terjedését, kiterjedtségét, kellett készülnünk rá, hogy előbb-utóbb közeledik majd Magyarország felé, mint ahogy történik is ez, hogy egyre közelebb van hozzánk. Nagyon sok védőintézkedést tettünk már korábban is, úgynevezett monitoring vizsgálatokkal a vaddisznókat és házi sertéseket is vizsgáltuk, sőt, konkrét szimulációs gyakorlatokat tartottunk. 2013-ban volt egy országos szimulációs gyakorlat, 2014-ben megyénkben is volt ilyen gyakorlat. Az országos gyakorlaton konkrétan végigvittünk mindent, hogy egy járvány kitérésekor mit kellene tenni, megnéztük, hogy rendelkezésre állnak a technikai erőforrások, humán erőforrások, az eljárásrendek rendben vannak-e, szimuláltunk egy járvány kitörést konkrétan. Ukrajnából állatérhető élelmiszert jogszabály is tiltja, tehát nem szabad behozni egyébként is. Most viszont óriási kockázat, ha valaki a jogszabályt megkerülve, be nem tartva behozná ezt a fertőzött élelmiszert, tehát bármilyen élelmiszert behoz már jogszabálysért, viszont most megvan az a nagy kockázat, hogy ez sertésedett élelmiszer, akkor az akár fertőzött is lehet, és mint ilyen, könnyen befertőzheti a saját otthoni sertésállományát.